1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az egészségügyi világszervezet, a WHO. Erre az eseményre emlékezünk az Egészség világnapján. Az idei világnap az urbanizáció és az egészség, azaz a városi életforma és az egészséges életmód kapcsolatával foglalkozik, és mint hamarosan kiderül, érzékeny témáról, globális problémáról van szó. Mai adásunkban vendégünk lesz de Blasio Antonio, a Pécsi Egészséges Városért Alapítvány titkára, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének főtitkára. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, amit az előző másodpercekben láttunk, az egy figyelemfelhívó filmecske, azzal a céllal készült, hogy rávilágítson, a nagyvárosokban sem lehetetlen egészségesen élni, bár néha ez lehetetlennek tűnik. Köszöntöm a stúdióban de Blasio Antonio urat, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének főtitkárát. Jó estét kívánok! Az egészségvilágnapját ünnepeljük április 7-én. Ugye az idei év mottója, apropója az urbanizáció és az egészséges életmód kapcsolata annak kapcsán, hogy egyre több ember él nagyvárosban, és a felmérések szerint egyre több ember van kitéve a nagyvárosi civilizációs veszélyeknek. Kicsit tekintsünk vissza, hiszen önnél jobban kevesen tudnák elmondani, hogy az eddigi világnapokon mik voltak ezek a mottók, mik voltak a vezérfonalak. Hát, hogyha az előző világnapokról beszélünk, abból is az látszik, hogy az egészségügyi világszervezet ellentétben a magyar nevével, hiszen ugye World Health Organization, egészségvilágszervezet a neve ennek az ENSZ szakosított szervezetnek, többnyire egészségi kérdésekkel foglalkozott, nem annyira az egészségügy problémájával, bár sok esetben ahhoz kapcsolódó napok voltak. Tavaly évben például a kórházak egészségével, aztán azt megelőzően klímaváltozás volt napirenden, volt az anyák és a gyerekek egészségével foglalkozó világnap. Azt megelőzően néhány évvel ezelőtt az egészséges városok már egyszer előjött, mint világnapi program rész, vagy program stratégia, hiszen ezt inkább nevezzük egy éves stratégiának, mint világnapi egyszeri kampányszerű rendezvénynek, hiszen az Egészségügyi Világszervezet ezt a jelmondatot, ezt az üzenetet mindig egy évre fogalmazza meg. Az év szól arról az ügyről nyomatékosabban adott időszakban. Most ennek a kampánynak, ami ma indul, ennek a keretében ezer város nyitja meg a közösségi tereit az egészség előtt. Úgy tűnik egy kicsit, vagy hát az avatatlan szemlélő is észreveheti, hogy minthogy a Pécs ebben már előrébb járna, hiszen a terek felújításának és közösségivé tételének, a közösségnek való átadásának már akár ez is lehetett volna a mottója, hogy miénk ez a tér, miénk a város, mi használjuk, éljünk egészségesen benne. Igen, hát ennek lehet egyik oka az, hogy elindult azért egy tendencia a várostervezők körében, és itt az Egészséges Városok program is úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszik ebben. Pécsről is egyébként vettek részt várostervezők olyan WHO konferenciákon, ahol kimondottan az volt a téma, hogy hogyan lehet egészséges várostervezést megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy ennek a tapasztalatai, vagy ennek a szakmai vonulatnak egy nagyon jól látható példáját vette, vagy tette magáévá az LKF, hiszen az Európai Kulturális Főváros a beruházásainak egy nagy köre ugye a pécsi közterek, parkok megújítása program, és ebben láthatjuk azt, hogy ezeket a köztereket, parkokat valóban a város a tervek alapján úgy próbálja átalakítani, úgy próbálta átalakítani, hogy azok valóban közösségi téré alakuljanak, valóban ott rendezvényeket lehessen szervezni, valóban
nagyobb arányban menjenek ki oda a környéken lakók, és élvezzék annak a térnek az előnyeit, mind a gyerekek játszási lehetősége, itt játszóterekre gondolunk, mind pedig egyszerűen csak a parkosítás lehetőségével élve, de ebbe belekerült az is, hogy ezeken a tereken lehessen sportolni valamit, lehessen valami mozgásformátot végrehajtani, lehessen akár focizni, kosárlabdázni, ami lehet, hogy ma még nincs ott az a kosárpalánk, de hosszú távon az a terv, hogy legyenek ilyenek is ki. És maradjanak is meg, hát az sem le buta dolog. Beszéljünk egy kicsit, Pécs büszke lehet erre a dologra, beszéljünk egy kicsit szomorkásabb adatokról és kijelentésekről. Ugye az egészségvilágnapja van ma, miközben Magyarország a világ egyik legegészségtelenebb országa, legalábbis így gondolja Pusztai Zsófia, a WHO nemzetközi koordinátora. Egyetért a kijelentés második felével? Hát sok mindenben igazat kell, hogy adjak neki, hiszen hogyha azokat az egészségi, és hangsúlyozom, nem egészségügyi, egészségi adatokat veszük figyelembe, amelyek a magyarországi életmódi szokásokat mutatja be, dohányzás, alkohol, táplálkozás, ezekben nagyon rossz helyen állunk. Nagyon magas arányban dohányoznak a magyar emberek, most már a nők is, igen fiatalkorban kezdik el. A táplálkozási szokások tekintetében ugye tudjuk azt, hogy az egészséges étel az nem mindig jó magyar étel, tehát ez sem sikerült még teljes mértékben átvennünk, és hát nyilvánvalóan a gazdasági viszonyok miatt, a lehetőségek miatt a közétkeztetésben nem nagyon tudnak adott szűk keretek között egészséges ételeket, vagy olyan mértékben egészséges ételeket biztosítani, mint ami elvárható lenne. Hát az alkoholról meg ne is ejtsek szót, hiszen Magyarország a több millió látens alkoholistának a hazája, tehát sajnos ez tény, és ilyen módon igazat kell, hogy adjak, és hát sajnos az adatok is ezt támasztják alá, a születéskor várható élettartam nincs még ott, mint Nyugat-Európában, sőt, nagyon nem zárkózunk föl, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azok az idő előtti halálokok, amelyek hosszú évtizedek óta sújtják a magyar lakosságot, szívérendszeri megbetegedések, különböző daganatos megbetegedésekben nem nagyon tudunk lefaragni abból a hátrányból, ami más országokkal szemben van. Körülbelül a szakértők szerint Romániával és Bulgáriával vagyunk egy szinten, tehát ez a három legegészségtelenebb európai ország így tűnik, de nem ilyen legekre vágynánk őszintén szólva, de érdekes az, amit szintén mondanak a szakemberek, hogy elmarad a lakosság egészségi állapota attól, ami ebben a társadalmi gazdasági szintben elvárható lenne. Ez nekem azért érdekes, mert ugye józanparaszti ésszel is, meg amúgy is szokták mondani hozzáértők is, hogy a kettő között, tehát a gazdasági társadalmi állapotok és a lakosság egészségi szintje között azért összefüggés van. Most ezek szerint még attól is el vagyunk maradva, akkor nem ott van a baj, hanem, és akkor mutatom, talán a fejekben van valahol a baj. Azt meg nagyon nehéz meg. Hát ha a fejekre mutogatunk, akkor erre szokták azt mondani, hogy fejétől bűzlik a hal. Igen, sajnos a gazdasági lehetőségeknek a jobb kihasználása az hiányzik. Hiányzik, és akkor legyek egy kicsit kritikus a saját szakmámmal szembe, ha nevezhetem szakmámnak a népegészségügyet. De sajnálatos módon Magyarországon az elmúlt 20 évben nem látunk következetes népegészségügyi programnak a megvalósulását. Egyszerűen erre, az erre szánt pénzeket sok esetben olyan az egészségügy, hogy úgy mondjam, kiegészítő forrásaként kezelt szükséges szűrőprogramokra fordítják, amivel kipipáljuk, hogy történt népegészségügyi megelőző programoknak a bevezetése Magyarországon, és igazából arra, amit most csak példaként mondjam, amire Finnországban nagyon sokat fordítottak, és valóban hatékonyan, hosszú éveken, évtizedeken keresztül következetesen vittek egy programot, annak meg is lett az eredménye. Sajnos Magyarországon ezt a következetességet nem látom. Még nem is annyira a pénzhiány, hanem inkább a pénzeknek a nem következetes költése véleményem szerint a probléma. És egy másik nagy probléma az az, hogy, és ezt többször megfogalmaztam, sokannak nem tetszik, én úgy gondolom, hogy az egészségfejlesztést, a népegészségügyet nem szabad arra a túlterhelt egészségügyre bízni, amelyik egészségügy egyébként 10%-ban felelős az emberek egészségéért, vagy 15%-ban, akkor, amikor már megbetegszik.
de az összes többi, hiszen láttuk az urbanizációs problémákat, egy orvos nem tudja megoldani. Hát nem az orvos oldja meg az urbanizációs problémákat. Nem az orvos oldotta meg, hogy Pécset ezeken a tereken valóban közösségi tevékenységet lehessen folytatni, és egészségben éljenek az emberek. Ez már társadalmi kérdés. Ha nem társadalmi ügyként kezeljük, és nem társadalmi ügyként tudjuk beszivárogtatni a mindennapi nem párt, hanem várospolitikába, nemzetpolitikába, akkor sajnos ez nem lesz eredményes. Hát ez a beszivárogtatás nagyon nehéz szerintem, hogy a fejekben ez a fajta átállás megtörténjen. Ha megenged egy személyes példát, én részt vettem a Szűrés az életért programban, ebben a szép programban, ahol az ország számtalan kis településén, nagy településén megjelentek a szakemberek, ingyen lehetett tüdőszűrésre menni, vérnyomást mérni, rákszűrésen részt venni, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, fogászati vizsgálat, mindez ingyen, úgy, hogy mondjuk egy faluba oda települt. És hát elképesztően kevesen jöttek el még ingyen is ilyen szűrővizsgálatra. Hát mondhatnám ezt, hogy az egészségügyi szakemberek valószínűleg azon része, aki nem a megelőzésben dolgozik, hanem már a gyógyítási részében, azok valószínűleg csak örültek ennek, hiszen, és ezt bocsánat, hogy így mondom, de hiszen, ha abba belegondolunk, hogy milyen várakozási idők vannak az egészségügyi ellátásban egy komoly műtétnél, vagy egy komoly beavatkozásnál, akkor elképzelhető az, hogy egy szűrésnél a valós pozitív esetek kiderülése az milyen további terheket ró az egészségügyre. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az egészségügynek ma a jelenlegi egészségügy finanszírozás kereteiben nem nagyon tud érdeke lenni az, hogy minél több beteget találjunk meg, mert ez tovább terheli az egészségügyet. Nézzük meg, hát ezernyi példát tudunk rá mondani. Tehát igazából a rendszer ilyen módon, ez ugyanolyan, mint a pécsi, ugye ezek az IMS házak. Hát az önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, hogy az-e, de hát a csapdában benne van, hogyha megvizsgálta és kiderül, hogy rossz, akkor azonnal intézkedni kell. Hát ugyanez a helyzet, hogyha kiderül valakiről, hogy azonnali ellátást igényel, kórházba kell tenni, ágyat kell biztosítani, el kell végezni rajta beavatkozásokat. Nem biztos, hogy el tudják végezni azonnal. Ergo az egészségügy jelenlegi rendszerének sarkítva azt, amit ön mond, nem érdeke az, hogy kiderüljenek látásbetegségek. Tehát, hogy nem érdeke nem az, ezt mondom, hogy a mostani kapacitásnál... Nem szeretném, hogyha most ezután a műsor után ugye itt ezernyi telefont kapnék, hogy én miket mondok, de ha belegondolunk ennek a logikájába, akkor ez így akkor ugye, hogyha egy szűrés után Magyarországon több ezer olyan beteg jelentkezik, aki valós látás beteg volt, és kiderült, hogy valóban beteg, azt kezelni kell. Ilyen, olyan, amolyan szinten. Na most az amolyan szint, ami már egy komolyabb beavatkozást igényelne, az jelenleg is várakozási időkkel működik. Az ön munkájának jelentős részét az képezi, hogy adott városok, például saját városa Pécs vezetőit meggyőzze, hogy az egészséget támogató politikát kell kidolgozni, és azt kell megvalósítani. Mennyire nyitottak erre a városvezetők, és most nem csak a pécsiekre gondolok. Tehát az elmúlt több évtized tapasztalata önben az hogy csapódott le? Hiszen a legtöbbször én megkockáztatom, hogy azt mondják, hogy igen, de hát most de Blasio úr itt tulajdonképpen pénzt kér valamire, mert hogy erről van nem szó. Nem kérünk pénzt egyébként. Nem kérünk pénzt. Én úgy gondolom, és a népegészségi szakembereknek úgy gondolom, hogy nagyon nagy része hasonlóan vélekedik, ahhoz, hogy megfelelő megelőzés, megfelelő egészség megőrzés legyen ma Magyarországon, ahhoz nem több pénzre van szükség, hanem a meglévő pénzeknek a hatékonyabb felhasználása. Esetleg kis irányváltás, kis paradigmaváltás, de nem több pénz kell erre. Erre az kell, amit én kormány szinten is úgy gondolom, hogy meg lehetne valósítani, az kell, hogy például az önkormányzatnál, mi Pécset elindítottuk, és pozitív tapasztalataink vannak, hogy az önkormányzat adott főosztályain legyen egy személy, aki az önkormányzat adott főosztályáról jövő előterjesztéseket megszűri egészség szempontjából. És csak olyan kerülhet a testület elé, döntésre, vagy akár bizottság elé, amiben ott vannak az egészség szempontjai. Hogy figyelembe veszik, vagy nem, az már egy másik kérdés. De hogy ott vannak a szempontok, és amikor a döntéshozók a döntéseiket hozzák, tudják azt, hogy a döntésbe beépítették, avagy nem építették be, mert valamilyen ellen ér volt, de legalább az agyak, és mutogatott szerkesztő úr a fejére, legalább az agyakban elkezd átalakulni a kérdés, mert tudatosul az, hogy igenis lehet beépíteni egy gazdasági, egy szociálpolitikai, egy oktatási döntésbe egészségi, egyenlő esély kérdéseket is.
Ha fel kellene állítania egy rangsort a hazai városok között az egészségesség, vagy mondjuk úgy, hogy a lakosság általános egészségi állapota kondíciója alapján, akkor Pécs hol szerepelne ezen a rangsoron, és egy kicsit ki is tágíthatjuk, tehát mondjuk egy nemzetközi listán a magyar városok hol szerepelnének. Hát bár már beszéltünk, hogy Románia és Bulgária szintjén körülbelül. Lehet, hogy fura lesz, amit mondok, de én ezt az egészségi rangsort nem annak alapján állítanám föl, hogy megfelelő a csatornázottság, avagy mennyien dohányoznak abban a városban. Én annak alapján állítanám föl, hogy mennyire szeretnek az emberek ott élni abban a városban. Ha szeretnek ott élni abban a városban, jól érzik magukat abban a városban, akkor valószínűleg az a város egészségesebb is. Én azt hiszem, hogy ez a döntő érv. Az embereknek az érzése, hogy jól élnek-e, az életminőségük megfelelő-e, ez dönti el, hogy egy városba akar élni, vagy nem. Ha nem jól érzi magát valaki Pécset, az úgyis elköltözik Pécsről előbb-utóbb, mert nem találja meg a boldogulását. Én azt hiszem, hogy ha ma megkérdezzük a pécsieket, hogy mennyire szeretnek Pécset élni, és ugyanígy megkérdezünk más városokban élőket, lehet, hogy ebben jobban állunk, mint mások. Márpedig sok más város van, ugye nem akartam én itt számokkal dobálózni, de egy elképesztő adatot azért előhoznék. Jelenleg is már a világ lakosságának több mint a fele, azt hiszem, hogy már 70% körül tart, 3 milliárdnál több ember él városokban, és 2030-ra meg valami egészen elképesztő, tehát 10 emberből 6-7-8 valószínűleg városlakó lesz. Miközben a WHO közleménye azt hangsúlyozza, hogy városban élni egészségtelen, illetve lehet ugyan városban egészségesen élni, de alapvetően van három ok, ami ezt megnehezíti. Az egyik az, hogy itt a higiénés okok miatt gyorsabban terjednek a fertőző betegségek. A második, hát én ezt a stresszből vezetném, ez az alkohol, dohányzás, rossz étkezés szimptóma, vagy tünet együttes. Szerintem az egész a stressz. Kevés mozgás, így van. És a harmadik pedig az, hogy tény az, hogy városokban több a baleset, több az erőszakos cselekmény. Ezt igazából nehezen tudom elképzelni, hogy más, mint a városban lakók, ahogyan is mondta, meg tudják változtatni. Ha szeretek ott élni, akkor úgy alakítom a saját életemet, és ezzel összefüggésben a környezetem életét is, mert ez is fontos, hogy úgy mutok példát, hogy ott másoknak is jó legyen élni. Ez az idei évi jelmondat, ez nem csak 1000 város, 1000 élet, hanem a WHO ajánlásaiban benne volt egy olyan rész is, ahol nem tudom, hogy találkozott-e vele szerkesztő úr, ahol helyi városi egészségbajnokokat keresnek. Ez egy érdekes, hogy mondjam, magyar kifejezés, egészségbajnokok. Mivel hogy nincs egészségolimpiai, nehéz egészségolimpikonokat ugye felállítani, de igazából nem is arról van szó itt, hogy olyan hatalmas tetteket várnának emberektől. Pontosan, amit az előbb említett, erről van szó. Azokat az egészségbajnokokat keressük, akik a panelház tövébe kis kertet csinálnak, virágot ültetnek, tisztán tartják a környezetét, akik kimennek és naponta elsöprik a járdát a házuk előtt, akik tesznek azért, hogy mások lássák azt, hogy nekik ez mennyire fontos, és lássák azt, hogy neki mennyire fontos, hogy valóban jól érezze magát a környezetében. Én úgy gondolom, hogy ők a mindennapok egészségbajnokai, és Pécset nagyon sok ilyet lehet találni, hogyha körbe megyünk a városba. De nekem már az is egészségbajnok, szóval, ahogy ön is említetted, hogy mondjuk a háza elé virágot ültet. De aki elnézést, de nem kakiltatja a kutyáját a homokhozóban, fölvesz a papírt az utcán, és bedugja a szemetesbe. Vagy szól a másiknak, hogy ne dobd el a csíket. Nagyon. És ami még fontos lenne, hogy azért általában mindenféle városfejlesztési tendenciákban, Pécset az LKF kapcsán egy úgynevezett kulturális alapú városfejlesztés valósul meg, vagy egy szemléleti, egy ideológiai alapú városfejlesztés, ebből azért általában a peremkerületek vagy a külvárosok ki szoktak maradni. Most nem maradt ki, hál' Istennek, ebből a peremkerületek sem, hiszen a peremkerületekben is olyan fejlesztések történnek, amelyek ezt lehetővé teszik, hiszen a keleti városrészben is azért átalakultak a dolgok, nyugati városrészben is, városközpontban is, tehát úgy gondolom, hogy azért ez a fejlesztés, ez Pécset megfelelő oszlásban, vagy megfelelő terítésben megjelenik a város szinte minden pontján, és akkor még nem beszélünk a nagy beruházásokról, hiszen a nagy beruházások környékén mindenütt találunk
biciklitárolókat, ami nagyon fontos, hogy valóban a kerékpáros közlekedés segítsük, bár Pécs nem egy kerékpárbarát város, hiszen azért ezzel a domborzati viszonnyal, ami itt van Pécsen. De most legalább Pécs és Orfű között lesz egy kerékpár. Igen, ez már legalább annyit segít, hogy nem az autók között kell kerékpározni, hogyha Orfűre valaki ki akar kerékpározni, és nyilvánvalóan így már bátrabban elindul egy család a gyerekekkel, kis kerékpár, nagy kerékpár, és egy túrát tesznek vasárnap. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy valóban a városból kiszakadva egészségesebben éljenek az emberek. Az Egészséges Városok Szövetsége, Magyarországi Szövetsége 20-nál több, 23? 23 város tömörít, és a hálózati időszakkal, tehát mielőtt a szövetség 75-os hálózatként működött, ezzel együtt 20 éve működik, és azt lehet mondani, hogy eredményesen. Ön miket tekint a legnagyobb eredményeknek, és mit a legnagyobb, vagy miket a legnagyobb kihívásnak a következő évtizedekre vagy évekre? Én azt hiszem, hogyha azt mondom, hogy 20 éve működik ez a szervezet Magyarországon, ez önmagában hatalmas siker, hiszen civil szervezetként én nem látok a népegészségügy, az egészségfejlesztés terén nem látok olyan civil szervezetet ma Magyarországon, és ezt a büszkeség mondatja velem, akik 20 évet túlélve, kormányváltásokat túlélve, kormánytámogatás nélkül, mert tegyük hozzá, hogy mi a kormánytól nem kapunk semmiféle támogatást a tevékenységünkhöz, a városok, a tagvárosok jó szándékából, vagy mondjam az elkötelezettségéből működik ez a szervezet. Nagy sikerünk az, hogy olyan WHO-s programokat tudunk Magyarországon megalapozni, más szervezetek számára fontossá tenni, mint például az egészségterv program. Ezt azt hiszem kevesen tudják Magyarországon, hogy az egészségtervezés, az egészségkép program az Egészséges Városok programból indult el a 90-es évek közepén. Ezt egyébként a Soros Alapítvány is magáévá tette különböző olyan kormányszerv, akik aztán pályázatokat írtak ki erre. Most egyébként része azoknak az NFÜ-s központi pályázatoknak, amelyeket kiírnak, támok pályázatoknak az egészségterv, amit a WHO programból hoztunk Magyarországra, és mondjam azt, hogy úttörői voltunk ennek az ügynek. Hát volt is egyszer egy olyan problémánk, hogy beadtunk egy pályázatot, csak mi már egy lépéssel előrébb voltunk, mint a pályázat kiírója, és hát elutasították mondva, hogy ez nem az. De hát ez nagyságátka. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést, kedves nézőink, önöknek pedig csak annyit, hogy mindenki nézzen magába. Én úgy hiszem, hogy ha mindenki csak annyit tesz, hogy a saját környezetét egy picit élhetőbbé teszi, és a mások környezetét meg nem teszi tönkre, akkor megfelel ennek a kritériumnak vagy elvárásnak, amiről ez az egész világép szó. Még egyszer köszönöm. Reméljük, hogy segítettünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk. Írjanak nekünk a híradókukat pécstv.hu címre, vagy hívjanak minket az ismert telefonszámokon, és ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtekinthetik a www.pécstv.hu honlapon is. Köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra, minden jót.